Zajlik a Perczel kúria felújítása és átalakítása. A több mint 200 éves ikonikus épületből sportrekreációs központot alakítanak ki. A Bonyhádi önkormányzat a tavalyi év során 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott a sportpálya felújítására és egy új sportközpont kialakítására. Tavalyi év közepén kezdtük el a munkálatokat, hogyha valaki helyi lakos is esetleg tudja, hogy hogy nézett ki ez az épület, azt gondolom, hogy ez már nagyon-nagyon régóta egy vágyott felújítási munka volt itt a városba, szinte az egyik legromosabb épület volt ebbe a Perczel utcába. Az alapok megerősítésétől kezdve a tetőfelújításig, a belső átalakításig komoly szerkezeti átalakítások voltak, úgyhogy a magának az épületnek a jellege kívülről és belülről összességében nem változott meg. Tulajdonképpen minden fel lesz újítva az épületbe, tehát teljes rétegrend készül, új vakolatok, új homlokzat színezések, új nyílászárok, minden olyan káros, gombás szennyeződés, ami volt az épületekben, belső nyílászárokban, azok eltávolításra kerültek, kezelve lettek. Ez a természetvédelmi terület, ahol most vagyunk, nem sokan tudják, hogy ez az, itt Bonyhád közepén. Ennek a tér és park felújítása is megtörténik a munkálatok során, illetve az épület kap egy új kis bejárati, tulajdonképpen kőburkolatos részt alumínium nyílászárokkal. Én azt gondolom, hogy méltó megjelenése lesz ahhoz, hogy Bonyhád központjában legyen ennek az épületnek. Régen ez volt a cseléd szállás, ez ugyanúgy szálláshelyként fog funkcionálni. Talán ez volt a legromosabb állapotban, tehát ez máshol az ilyen épületeket inkább elbontják, de a műemléki voltából kifolyólag sikerült megmenteni az épületet, és azt gondolom, hogy aki idejön és megszáll ebbe az épületbe, azt talán nem is fogja sejteni, hogy ez egy régi épület, akár új épület is lehetne. Szakaszolhatóan lesznek kialakítva, külön konyhák, külön kis apartman részek készülnek el, lesz például szauna benne, jacuzzi, tehát azt mondom, hogy egy minőségi szállást lehet itt majd nyújtani, akár sportolóknak, akár másoknak. Sokféle felhasználása lehet, abból is gondolva, hogy a sportcsarnok is nagyon közel van, tehát akár a sportolókhoz kapcsolódó olyan közönség, akinek kinyitják ezeket a kapukat, biztos, hogy örömmel fogják ezt használni. A projekt a megfelelő tempóban halad előre, és úgy néz ki, hogy a vállalt határidőre be is fejezik a munkálatokat. Az építőiparban a kivitelezéseknél a határidő az mindig egy ilyen kényes pont, október végére kell átadjuk az épületet. Én azt gondolom, hogy el fogunk készülni, minden olyan befejező munkálatot csinálunk, ami ebbe a stádiumban megkövetelhető tőlünk, tehát a nyílászárok elhelyezése az folyamatban van, külső nyílászárok, belső hidegburkolatok elkészültek, a melegburkolásokat a jövő héten fogjuk elkezdeni, a festési munkáknál már csak az záró réteget kell felhordanunk, és a külső munkálatoknál pedig itt a nyár befejeztével fogjuk a kertépítési, illetve a térburkolási munkálatokat csinálni, melyeknek egy jó része már elkészült. Nyilván az alap kivitelezési munkák ezen stádiumban már kész vannak. Hál' Istennek sok ikonikus épülete van Bonyhádnak, ez az egyik. Talán ez volt a leginkább rászoruló arra, hogy ez fel legyen újítva. Szerintem a bonyhádiak többsége már 10 éve ezt kérdezgeti magától, vagy akár az önkormányzattól, hogy mikor lesz ez felújítva. Sajnos az önkormányzatok olyan pénzügyi helyzetben vannak, hogy ezt csak pályázati forrásból tudják megoldani. Itt erre volt lehetőség, sikerült ezt a pályázatot megnyerniük, úgyhogy ehhez gratulálok is az önkormányzathoz. Reméljük, hogy a bonyhádiaknak elnyeri tetszését az épület kívülről is. Ha valaki meg bejön esetleg egy rendezvényre, mert rendezvényeket is lehet tartani, akkor belül is megcsodálhatja majd a felújítást. Az épület műemlékvédelem alatt áll, így új köntösbe öltöztetve őrizheti meg régi pompáját.